És... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb Percy Jacksonos videó, mert Percy Jackson hónap van, és most ebben a mai videóban arról fogom kicsit kifejteni a véleményemet, hogy szerintem miért rosszak a Percy Jackson filmek. Vagyis hát valószínűleg nagyon nem én vagyok az egyetlen, aki szerint rosszak azok a filmek. Rick Riordan se néztem meg őket, de akkor kezdjünk is bele. Mert egyébként én nem utálom a Percy Jackson filmeket, meg nem azt mondom, hogy a világ legrosszabb filmjei, mert amúgy, ameddig nem olvastam melléjük a könyveket, addig tök jók voltak, addig nagyon szerettem, főleg az első részt, és aztán elolvastam mellé a könyveket. És egy egészen új dimenziót tárult ki arról a világról, amit azt hittem addig, hogy ismerek, és mikor rájöttem, hogy ezek könyvek, és elolvastam, és ott volt a könyv, és így olvastam, és rájöttem, hogy hát ez a film egyáltalán nem az, mint a könyv, és a könyv ezerszer jobb, mint a film, akkor utána már nem nagyon szerettem a filmeket, tehát hogy utána már így megnéztem a filmet, és csak forgattam a szemben, hogy ezt is eltírtak, ezt meg így csináltam, azt meg kiírtak. Szóval igen, szóval utána a filmek kicsit megfenek lettek nálam, meg hát amúgy is, mert hogy nem is gyártották őket tovább. Szerintem a Percy Jackson filmek tipikusan példái annak, hogy hogyan adaptálsz rosszul egy filmet, mert több ponton elbukik a film, és nem csak azért, mert hogy a könyvből nagyon kevés dolog ugyanaz a filmben, hanem mert igazából én leginkább úgy érzem, hogy magát a könyvnek a lényegét, a könyvnek a történetét, és ugye a könyvnek minden jó részét azt így megölték a film elkészítése során, azt így kivették, eldobták, nem tudom mit csináltak vele, mert nem az a legnagyobb problémám vele, hogy idősebbek benne ugye a szereplők, hanem már azt megértem, oké, az a sokkal egyszerűbb forgatni, jó, változtassátok meg ezeket a dolgokat, mert hogy így egyszerű megcsinálni a filmet, de hú, mennyi probléma van azokkal a filmekkel. Az első film az még nagyjából követi a könyvbeli eseményeket, de tényleg csak nagyon nagyjából, mert hát azért elég rendesen változtatások vannak benne, most nem akarom az összes változtatást ecsetelni. Aki megnézi a filmet és elolvassa mellé a könyvet, az tudja, hogy elég sok helyen más történik, máshogyan, és ezt igazából nem is akarom én külön elmondani. Szóval nagyon sok mindent átírtak, ami így a könyvben egyébként így a konfliktust viszi előrébb. Tehát, hogy ami miatt a könyvben érthetőbb, hogy miért történik az ami, az hiányzik a filmből, és azt átírták, tehát most ilyen például, hogy ugye a Percy Jackson könyvekben alapvető probléma az, hogy vannak istenek, akik nem nyilvánítják ki a szülőiségüket, apaságukat, anyaságukat a gyerekük iránt, hanem az a gyerek az csak ott úgy tengődik, és nem tudja, hogy kinek fia borja. És ugye ez indítja el kb. Az egész alapkonfliktust a könyvekben. Az egyik fő konfliktus szál ez, és erről azt hiszem, erről van szó a filmekben. De például ott van az is, hogy Poseidon azonnal a filmben. Most a filmről beszélek, és igen, ez nem mondtam el az elején, de spoileres lesz mind a filmekre, mind a könyvekre nézve, úgyhogy csak akkor nézd meg, hogyha nem bánod, hogy ellövök néhány dolgot, mert elfogok egyértelműen. Szóval, Poseidon a könyvekben ugye nagyon sokáig nem jelöli meg Percyt, mint az utódját. Míg a filmekben Percy úgy kerül be a táborba, hogy mindenki egy hát te Poseidon fia vagy, ugye? És így tök jó, és így ez eleve sok dolgot így megváltoztat, mert hogy a filmekben arról van szó, hogy az istenek csak elhanyagolják a gyerekeiket, még a könyvekben arról van szó, hogy az istenek nem. No, tehát konkrétan annyira se törődnek, hogy nem az, hogy nem találkoznak velük meg ilyenek, mert oké, istenek nem tudnak, hanem a filmekben megjelölik a gyerekeket, csak nem törődnek velük utána. Na de a könyvekben az a probléma, hogy amúgy meg se jelölik őket, tehát van egy csomó felvér, aki azt se tudja, hogy istennek a gyereke, vagy azt meg végképp nem, hogy melyik istennek, és be vannak suhaszva a Hermészházba.
szintén problematikás számomra a filmekben, hogy Annabeth és Percy barátságát is teljesen más alapokra helyezik, mint a könyvekben. Hát a szüleik konfliktusban állnak, egyértelmű, de ugye a könyvekben ők egyből össze is barátkoznak, abból az okból, hogy Annabeth nagyon-nagyon szeretne küldetést vállalni, és az, hogy Percy odaér, azzal így lehetősége nyílik rá, és jó, nem teljesen ebből az okból barátkozik össze Percyvel, de összebarátkozik már a legelején Percyvel, kb. A mentora lesz a legelején. És ezzel szemben a filmekben meg így odaállítják őket egymással szemben, mintha ők valami ősellenségek lennének, amik nem. Pont az ő barátságuk az egy lényeges pont a könyvekben. És akkor ott harcolnak egymással, amit egyébként kiemelnék, hogy persze csak álmodik arról, hogy Annabeth-től legyőzze. Tehát, hogy Annabeth sokkal okosabb, és túltaktikázná Percyt és legyőzni, de ezt még talán valamelyik Olympus hősei könyvben még Percy is elmondja, hogy az, hogy ő Annabeth-t legyőzze, esélytelen. Ez, hogy ők ott nagyon harcolnak, és akkor Percy nagyképűen legyőzi Annabeth-t, és így... Nem, ilyen nem történik. Ez az egész barátságukat, az egész kapcsolatukat rossz oldalról közelíti meg, ami a kettőjük kapcsolatában a legjobb, azt így kivették, az nincs benne, a dinamikájuk hiányzik. Ez most lehet, ez már lesz a szálhasogatós része lesz a dolognak, mert ott van az a rengeteg változtatás, ami más a filmekben, és ugye más útvonalat is alakít ki a történetnek, de például ez, hogy ugye modernebb környezetbe próbálták helyezni az egész történetet, és ott van egy csomó modern technikai dolog, amit használnak, és nem, mert az vonza a szörnyeket, és a második részben ezt még így megdobták egy szinttel, hogy hogy a világ arra is mindjárt rátélek, az fájdalmas volt, mikor újra elolvastam a könyveket, és újra néztem a második részt, és ami még ilyen létfontosságú dolog lenne, és hiányzik az első könyvből, a jós, meg a jóslat, meg a kalandra elindulás, mert hogy hát teljesen máshogy történik az egész. Azt hiszem kb. Igen, Percy csak kiszakik a táborból, és elmegy, hogy segítsen az anyjának. Még ugye a könyvekben pont az a lényeg, hogy van a jós, az ad nekik egy jóslatot, hárman pedig elindulnak a küldetésre. És ez így történik, tehát hogy ez is, hogy gondolom Percy rebellisényét próbálták ezzel mutatni, de nem nagyon sikerült, mert hogy ez az egész indítatás nem olyan volt, tehát hogy Percy életére törnek az egy dolog, mert hogy kiderül, hogy ő létezik, és ő Poseidon fia, és ennek nem kellene így lennie, mert hogy paktumuk volt, és ez a feje tetejére borított ott az egészet, és hát az ugye nincs jóslat, csak kiszöknek, és akkor Luke segít nekik, ami szintén ugye nem így történik, mert Árész lesz ott a közvetítő kb. Közöttük, ami viszont kicsit így még engem legalábbis nagyon zavar változtatás könyvfilm között, hogy Grovert ilyen igazi csajozós karakterré teszik, ami, mondom, a filmekben úgy jó volt így magába, így jól állt neki, hogy jó, oké, hát szatírat, ezt csinálja, jó, de a könyvekben meg Grover teljesen más, tehát hogy ő pont, hogy ilyen kis feeling, nem ilyen oda megy és akkor csajozik dolog, tehát hogy ez teljesen ilyen karaktertelen hozzá, és így megöli a karakterét konkrétan ez a viselkedés. És akkor utána átérünk a második filmre, ott már valamennyire érzékelhették a filmkészítők, hogy valamit nagyon elrontottak, mert annyira nem futhatott jól az első. És akkor ott már próbáltak ilyen kisebb változtatásokat, hogy hasonlítsanak jobban az emberek a könyvekben lévőhöz. Tehát behozták azt, hogy ott volt Clarice, mert Clarice hiányzott az első könyvből, amire szintén mindjárt rátérek, tehát hogy Annabeth-nek megadta, színésznőnek adtak végre kontaktlencsét, meg befestették a haját, hogy hasonlítson a karakterre. Most igazából ez pont a legkisebb dolog volt, amit így változtatni tudtak. Szóval ugye a második filmben, meg könyvben is, Clarice-nak így a szerepe, az nő, ő kicsit több szerepet kap, és fontosabb része lesz a dolgoknak. És őt kihagyták az első filmből. De ugye ott van a könyvben, és konkrétan az első filmben, ami konfliktust meg harcot lenyom Percy Annabeth-szel, az ott Clarisszal kellene, mert hogy Clarisszal volt ilyen hatalmi harca Percynek. És aztán bedobják a második filmbe Clarisst, úgyhogy nem mutatták be az első filmbe,
és így az a probléma jelenik meg, hogy így nem nagyon lehet érteni így a Clarisszal való konfliktust. A konfliktusnak így nincs lényege, nincs élet, nem életképes Percy és Clarissnak a szembenállása, mert erről eddig nem volt szó, azért csak oda beledobva meg ilyenek, és mindenki csak így néz, hogy mi történt. Nem nagyon lehet érteni, hogy Clarisse mit keres ott, meg ő így ki, meg Percyvel miért nem bírják egymást, azon kívül, hogy Arisnak a lánya, mert hát ugye Aris lánya, Aris az előző részben nem volt éppen jó fiú. Igen, és így bukik el szép lassan a történet. Na, ami viszont, mondtam, hogy visszatérek még rá, és kiakasztom, mikor megtudtam, hogy a filmben ezt valahogy így oldották. Megjelenik Tyson, és a filmben van egy ilyen nagy izé, hogy ja, hát Tyson nem mehet ki velük kalandra, mert hát egy szeme van, és látni fogják, és így a könyvekben van ez az ominózus dolog, ez a nagyon fontos dolog, a köd, ami a halandók szeme elől elrejti a szörnyeket, az isteneket, mindent, tehát, hogy az úgy megvéd mindent mindentől. És a filmekből ezt kihagyták, ez nincs benne, hanem helyette ez, Tysonnak a szemét úgy tüntetik el, hogy Annabethnek valami spréjét ráfújják, és így... Miért? Tehát, hogy sprével lett nem is értem, annyira elborult. Tehát a ködnek is elég lényeges szerepe van a dolgokban, de tényleg... Felejtsük el, parfümözzük be Tysonnak a szemét, mert akkor fogja mindenki kettőnek látni, nem csak a hallandók, nem mindenki akkor látja kettőnek. Hú, hát igen. Utána elmennek, és kb. Bemennek egy Starbucksba, vagy valami kávézóba, és akkor... Úgy van megadva a könyvben, hogy a félisteneknek a nektár és az ambrózia az a két dolog, ami így segít nekik a gyógyulásba, de nem szabad túladagolni, mert azért csak féli istenek. És azt viszik magukra kalandokkal, és az ilyen erőt adó gyógyszer nekik, de tényleg, tehát azért fontos dolog. És az első filmből ugye ez ki volt hagyva, mert miért ne? A második filmben meg behozzák hirtelen, így a semmiből, és teljesen olyan kontextusban, ahogy, hogy nem. Tehát konkrétan bemennek egy kávézóba, ott van egy hat vagy egy sokkarú ember, aki kever nekik nektárt, és akkor ilyen szlogen, hogy amíg nem ittál, nem éltél, és ezt megisszák, és akkor így nem tudom, mint hogyha nem energiaitalt kaptak volna, vagy valami, és így, úristen, most ezt belőből ittak egy pohára, és és akkor ennyiünk szörnyeket ölni, és így ennyi volt a dolog, és mi van? Ez tényleg egy tök fontos, létfontosságú elem volt. Modernizálni próbálták, gondolom én, kávézóba megyünk be, meg ilyenek, de ez kemény bukás volt. Hát meg így igazából jobban össze is vannak hányva a dolgok a második részben, tehát hogy az sem túl jó, és ez nem a film hibája. Jó, ki lettek belőle hagyva dolgok, de ott van az a hajós jelenet, ami így kb. Tökre érthetetlen. És a teljes tengeri utazás tök máshogy néz ki, mint ahogy a könyvekben. És a lehető legjobb jelenetet, amit vászonra lehetett volna vinni, a tengeri malacos részt, azt pedig kihagyták. Az egy fájó pont, mert az annyira jó lehetett volna. De és ez teljesen ki van hagyva, tehát nem, de... azt sajnálom, azt tényleg sajnálom, hogy nincs benne a filmben. Igen, visszaugrunk még egy kicsit a film elejére. Amikor is Percy megtudja azt a jóslatot, amit csak az ötödik könyv közepén tud meg, mert hogy fontos, hogy ne tudja meg, mert hogy igazából senki nem tudja, hogy ki az a félisten, akiről az szól. Tehát igazából nem is árulják el Percynek sem, mert inkább ne tudja, ameddig nem muszáj, mert elég meghatározó dolgokról van benne ugye szó. És nem, mondjuk el Percynek, igaz, hogy tök más jóslatot, tök másképpen, de miért is ne? És akkor jön a vége, a nagy leszámolás, és megölik Kronoszt. És akkor én elolvastam a könyveket, és rájöttem, hogy az, hogy a második filmben megölik Kronoszt, ez lett ugye a fő konfliktus, hogy Kronosz föltámad és meg kell ölni a második filmben. És így... Húha! Tehát, hogy pont az a lényeg, hogy ugye próbálják végig megakadályozni, hogy Kronoszt föltámasszák, és aztán amikor föltámad, akkor se tudják legyőzni, mert hogy egy titánról van szó. És ezt nem lehet csak így megbököm, és akkor
Jéj! Meghalt azonnal, és még le is nyeli Luke-ot, mert miért nem, mert amúgy nem Luke segítségével támad föl, és az ő testébe fog beszállni, mert nem, a filmekben nem így történik. Atya világ, tehát hogy az a vége a második filmnek, az tényleg, tehát hogy nem a Kyklopszra helyezték a hangsúlyt, hanem Kronoszra, amivel így elintézték, hát Kronoszt megölték, nem? Hát ennyi volt, nem kell több film. Főként ezen okok miatt, meg még nagyon sok kisebb ok miatt is így nagyon durván elhasaltak a Percy Jackson filmek, és nem is csoda, hogy nem is fogják folytatni. Jó, persze vannak mindkét filmben jó, meg élvezhető részek, amiket még én is szeretek. Például a kaszinós jelent az elsőben, az egy tök jó jelenet, azt szeretem, tényleg. Pedig az is más, mint a könyv, de azt úgy elvonatkoztatva az úgy egész jó. De hát igen, tehát ugye a Percy Jackson nevet nem érdemlik meg azok a filmek, mert nem. Nagyon-nagyon-nagyon elrontották az adaptálását ennek a történetnek. Lehet változtatni dolgokon a filmekben, de nem ennyire. Szóval a filmeket nem is fogják folytatni. A Percy Jackson fandom utolsó reménye, reménysugara a Netflix. Hát ha átveszik és csinálnak belőle mondjuk egy sorozatot, vagy filmet, nekem tök mindegy, csak valami jó Percy Jackson adaptációra vágyok már nagyon régóta, és nagyon jó lenne. De hát ez egyelőre még csak egy álom marad, mert nincsenek sajnos ilyen hírek. Ez volt a harmadik Percy Jackson hónapos videóm, és jelentkezem egy újabb Percy Jacksonossal következő héten. A komment szekcióban pedig hagyjátok lent, hogy ti mit gondoltok a filmekről, ha esetleg láttátok volna, és mit gondoltok, hogy a könyvekhez képest milyenek, és hasonlók, szóval kommentben hagyjátok lent a véleményetek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!